Az éjszaka közepén, korom sötétben, mindössze zseblámpák fényénél kerestek egy idős, eltűnt férfit néhány napja a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület tagjai pincehelynél. Az önként vállalt munkában akkor hatan vettek részt, és velük volt Mancs névre hallgató keresőkutyájuk is. A keresett szemét végül mindössze fél óra alatt meg is találták, ám ő addigra már halott volt. A munka közben még ráadásul Mancs, a keresőkutyai súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. Akkor munkavégzés közben egy közelítő jelzésnél Mancs beugrott egy pincébe, ahol kiállt egy 50 centis vas beton, ami felszúrta, vagy gyakorlatilag felnyásolta a kutyát, felszakadt a hasfal mögötti része. Ezek pedig már friss felvételek. Mancsot hétfőn engedték haza a klinikáról. Már jobban van, ám még hosszú hetekbe telik, míg teljesen felépül. Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület elnöke azt mondja, az állathiánya komoly gondot jelent nekik, hiszen ő a legtapasztaltabb a társai közül. Az önkéntesekből álló csapat 2017-ben alakult, eltűnt és balesetet szenvedett emberek felkutatására specializálódtak. 16 fővel működnek, javarészt Tolna megye területén, de ha szükség van rájuk, akkor az egész országban bevethetőek. Mi ugye egy önkéntes mentőszervezet vagyunk, ugye állami támogatás nélkül működünk, csak szponzorok, támogatók pénzéből, támogatási összegéből tudjuk finanszírozni tevékenységünket, illetve eszközbeszerzéseinket. Bárki, hogyha szeretne bármekkora összeggel hozzájárulni, arra a bankszámlaszámra szívesen fogadjuk a támogatásokat. Az egyesület tagjai mindannyian önkéntesként vállalják a kutatómunkát, sok esetben feláldozva a szabadidejüket és a családjukkal töltött perceket annak érdekében, hogy mi hamarabb megtaláljanak egy-egy eltűnt vagy balesetet szenvedett, bajba került embert. A Kutatómentő Egyesület bankszámlája a Facebook oldalukon megtalálható.